Gyerekzsivaj, jókedv, napsütés. Leginkább ezek a szavak jellemezték hétfőn a rádió lakótelepi játszóteret, ahol harmadik alkalommal szervezte meg a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Maroshegyi Húsvéti Asztal nevű programját. Szilvási Grund Helga, az esemény egyik ötletadója és a Művelődési Ház igazgatója elmondta, ezzel a rendezvénnyel szeretnék közelebb hozni a maroshegyieket egymáshoz. A Covid ideje után úgy gondoltuk Maroshegy önkormányzati képviselőjével, hogy jó lenne egy picit visszahívni ide az embereket és egy kicsit közösséget építeni, mindemellett nagyon sokan költöznek Maroshegy városrészbe, úgyhogy elsődleges célunk az az, hogy egy kicsit kijöjjenek a maroshegyiek, beszélgessenek, megismerjük egymást, és mindemellett pedig a gyerekek tudjanak közbe játszani. Az idei évben az intézmény szerette volna a hagyományos népi játékokon kívül újdonságokkal meglepni az odalátogató gyereksereget. Az idei évben nem csak kosaras körhintával és népi fajátékokkal, meg nem csak kézműveskedéssel készültünk, hanem egy 4 állomásos akadálypályával is úgymond. Tojáskeresés, tojásgurítás, illetve nyuszietetés és a kotlós alól meg kell találni, hogy mi az, ami ott bújik a kotlós alatt, úgyhogy ilyen aranyos kis játékokkal készültünk a gyerekeknek. Ha ezeket teljesítik, akkor pedig csokival várja őket. De a 4 állomásos akadálypálya elvégzése után is tevékenyen töltötték az időt a kicsik és nagyok, hiszen kézműves foglalkozással is várták őket a szervezők, ahol különböző tojásfestő technikákat sajátíthattak el Futterer Judittal, a Művelődési Ház dolgozójával.